Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. A karácsonyt több ok miatt is várhatjuk, többek között a többfogásos vacsorák miatt is, viszont ugye a jóból is megállhat a sok tartja a mondás is. Vendégem Dormenné Szabó Brigitta, dietetikus, és egy kicsit a karácsonyi lakomák utáni regenerálódástól fogok vele beszélgetni, üdvözlöm. Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Talán érdemes onnan kezdenünk, hogy mire kell figyelnünk az ünnepek alatt is, hogyha az étkezésről van szó. Nagyon fontos, hogy az egészségünk szempontjából, hogy az ünnepek alatt is próbáljunk mértéket tartani. Fontos a változatosság, figyeljünk az ételek, élelmiszerek minőségére, mennyiségére. Ugye általánosságban azt szoktuk mondani, hogy próbáljunk naponta többször keveset eszegetni, ugyanúgy érvényes ez az ünnepek alatt is, tehát azért a minimum háromszori étkezést próbáljuk betartani. Ez azért is jó nekünk, mert akkor nyilván az emésztőrendszert nem terhelem annyira, folyamatosan működnek az emésztőenzimák, szép kiegyenlített lesz a vércukorszintem, nem terhelem meg annyira a gyomromat. Ilyenkor azért én mindig el szoktam mondani, de nagyon fontos, hogy a reggelit soha ne hagyjuk el. Tehát a reggeli az egy sarkalatos pont. Ott próbáljunk jó minőségű fehérjét egy kis szénhidráttal fogyasztani. Na most a jó minőségű fehérjéhez tartoznak ugye az állati eredetű fehérjék, a tej, a tejtermék, a tojás, a hús, a húskészítmény, és ehhez próbáljunk valami pékárút fogyasztani, vagy wrap hozzá különböző zöldségeket, vagy hogyha valaki szereti a különböző gabonakásákat tejjel, vagy ha valakinek problémát okoz, akkor a tejhelyet nyugodtan lehet laktózmentes tejet, illetve növényi italokat fogyasztani. A különböző gabonakásákat egy kicsit dúsíthatjuk gyümölcsökkel, mogyoróval tehetünk bele egy pici mézet, vagy akár különböző készítményeket, szoktunk egy kis datoja szirupot, datója készítményt, assza a gyümölcsöket, hogy minél legyen. A reggeli azért is fontos nekünk, mert akkor csökkenti az éjségérzetet, és a későbbiek során, mivel egyenletes lesz a vércukorszintem, nem leszek annyira éhes, és nem a késő esti órákra fog maradni az úgymond nagy mértékű étkezés, ami majd ott nekünk gondot fog okozni. Az ünnepek alatt ezt a mértéket talán egy kicsit nehezebb betartani, és talán egy kicsit megterhelőbbnek is érezzük azokat a fogásokat, ennek mi lehet az oka. Hát igen, mert hogy ö, alapjában véve a magyar konyha az egy kicsit zsírosabb, meg fűszeresebb ö, ételekre épül, de nyilván ezen is tudunk egy kicsit az egészséges táplálkozásnak megfelelően javítani. Ugye, hogyha az ünnepi lakomákról mondjuk itt az ebédről vagy a vacsorával, erről beszélünk, akkor ott általában azért ünnepi fogásként karácsonykor nálunk megjelenik a, a halászlén. Na most a halászlét is azért el lehet úgy készíteni, hogy egészségesebb hal, például a hazai halak közül a busa, a pisztreng, vagy harcsa belekerüljön, tehát, hogy minél soványabb legyen a, a hal is, illetve próbáljunk arra figyelni, hogy az erős fűszereket mértékkel használjuk, illetve hogyha belekerül például a tészta, akkor akkor ne olyan legyen a halászlé, hogy a tésztától hemzsegjen, hanem akkor inkább egy picit a halból próbáljunk többet fogyasztani, ami ugye tartalmaz jó minőségű fehérjét, illetve fontos zsírsavakat, omega három zsírsavakat, amik segítik a, az immunrendszernek a működését, illetve a szívérendszer védő hatásúak. Halászlé mellett még különböző leveseket is szoktunk készíteni, ott figyeljünk arra, hogy soványapúsok kerüljenek bele minél több zöldséggel, hogyha a húsokat készítünk, akkor azokat próbáljuk szintén soványhúsból készíteni, különböző egészségesebb ételkészítési eljárásokkal, például grillezéssel, párolással, illetve meg tudjuk úgy is csinálni, hogy sütőzacskóba tesszük a húst, vagy beletesszük egy teflon edénybe betesszük a sütőbe, illetve hogyha rántott húst készítünk, akkor szintén meg tudjuk csinálni, hogy a sütőbe alá teszünk a hús alá egy picike és akkor ott még megspriccelem, és ezáltal nem egy bőzsírban sültet kapok, és ezáltal tudom újra csak csönketteni a zsírbevitelt. Illetve hogyha húsokat készítünk, akkor nagyon fontos mellette a köret, mert általánosságban azt mondhat, hogy a lakosság nagy része a tésztát, meg a rist, meg maximum a sült krumplét részesíti előnyben, azért itt is különböző alternatívákat lehet találni. Ö, ugye a rizs helyett lehet akár barna rist, vagy különböző ágabonákat, például a köles, a hajdina, a kinoa lehet nyugodtan kombinálni, ezeknek magas a rostartalma, segíti az emésztésemet, kitölti a gyomromat, tehetségérzetet okoz, illetve ajánlott a köret mellé különböző zöldség tálalása, tehát akár saláta formájában, saláta mellé tehetek, vagy párolt zöldségeket, savanyúságokat, és akkor ezáltal megint csak egy egészségesebb alternatívát fogok kapni, ami segíti majd a, a szervezetemnek a működését, illetve mivel jó lakottság érzést fog kelteni, ezért nem nagy mennyiségben fogok még utána akár például valami édességet fogyasztani. És ha már az édességeknél tartunk, ugye itt is azt szoktuk mondani, hogy nyugodtan lehet fogyasztani, szoktunk egy picit viccelődni, akár páciensekkel is, hogy ha valami süteményt készítek, akkor nyilván nem egy fél meg egy tepsivel fogok belőle fogyasztani, hanem próbáljak mértékkel mondjuk egy-két szelet két vékonykkal szeletkét enni, illetve itt is lehet például készíteni gyümölcsös, joghurtos alapú készítményeket, illetve a tésztámba a sima búzaliszt mellé tudok akár tönkölylisztet, vagy rozslisztet, akár zappahelylisztet 50-50 százalékban tenni, és ezáltal megint csak növeltem a rostartalmat, egészségesebb lesz maga a sütemény, illetve tudok spórolni úgy is, hogy a cukorból kevesebbet teszek bele, akár egy 10-15%-kal. Ugye hagyományosan karácsonykor Magyarországon a belgit szoktuk készíteni, tehát ugyanúgy tudunk egy picit spórolni, hogy kevesebb cukrot teszünk bele, illetve magába a töltelékbe tehetek akár egy kis almapürét, vagy sütőtökpürét, és ezáltal is egy kicsit rosdúsabbá válik, valam mint egészségesebb lesz maga az édesség a sütemény. Hogyha mégis megtörténik a baj, vagyis egy kicsit túlfogyasztottuk a karácsonyi fogásokat, akkor mi a teendő, hogyan enyíthetők a panaszaink? Hát igen, azért itt mindenféleképpen tényleg el kell mondanunk, hogy figyelnünk kellene a mértékletességre, de hogyha bármilyen probléma előadja magát. Tehát sajnos, hogyha én túl leszem magam, akkor gyomorrontás, tártségérzet, puffadás, rosszabb esetben bármilyen emésztőrendszeri probléma előfordulhat. Nyilván, hogyha nagy a baj, akkor mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni, viszont, hogyha enyhébb tünetek álltak elő, akkor próbáljak egy kicsit úgymond diétázni, tehát akkor igyak sok folyadékot, próbáljak világosra főzött teát iszogatni, ami még egy kicsit segíti az emésztésemet, akár egy pici kekszát, kétszásültet, pirítós készíteni, illetve, hogyha nagyobb a probléma, akkor akkor inkább egy kis tört krumpli, főtt burgonya, főtt rész, akár egy kis alma barack befőttel megspékelve, és ezáltal egy picit tudom tehermentesíteni az emésztőrendszeremet. Lezajlottak az ünnepek, talán el is gondolkodunk azon, hogy hogyan kellene ezt a sok-sok mindent egy kicsit mérekteleníteni. Szükség van erre egyébként, és hogyha igen, milyen formái ismertek? A mérektelenítéssel kapcsolatban ugye különböző dolgok szoktak akár itt az írót sajtóban, vagy a, a médiában, az interneten is mindenféle dolgok keringenek. Tehát igazából azt szoktuk mondani, hogy a, a, szervezetnek van egy természetes méregtelenítése, tehát a méregtelenítő funkciót ellátja a máj, az emésztőrendszer, a vesék, a húgyutak, a húgyuti rendszer, a légzőrendszer, illetve a bőr, valamint a nyirokrendszer. Tehát, hogyha én megfelelőképpen táplálkozok, figyelek a megfelelő hidratáltságra, tehát körülbelül naponta egy két liter, két és fél liter folyadékot elfogyasztok, amit főleg tiszta víz formájában, vagy teák formájában, vagy frissen préselt zöldség, formájában próbálok bevinni a szervezetben, illetve megfelelő a rostfogyasztásom, tehát azért naponta többször négy-öt alkalommal próbálok zöldséget, gyümölcsöt különböző formákban fogyasztani, illetve pékárúból választok rozsos korpás, vagy teljes kérlésű termékeket, akár barnari, kölest, hajdinát, ugye a gabonafélék közül, aminek említettem, hogy magas a rostartalma, illetve teljes kiölésű tésztákat, akkor ezekkel mind hozzásegítek ahhoz, hogy még természetes úton ö, próbáljam segíteni a szervezetnek a méregtelenítését. Illetve nagyon fontos még a, a helyes táplálkozás mellett a rendszeres testmozgás, ugye amivel megint csak egyrészt élinkítem a szervezetemet, segítem egy kicsit az emésztést, valamint egy jobb kedélyállapotot fogok elérni. És ha már itt tartunk, a táplálkozás és a mozgás mellett nagyon fontos a megfelelő minőségű és mennyiségű alvás. Itt azt szoktuk mondani, hogy azért javasolt a felnőtteknél a minimum napi 7-8 óra alvás, a gyerekeknél a minimum 8-9 óra megfelelő pihentető alvás. Említette a teákat ugye a napi folyadékbevitel kapcsán. Vannak esetleg olyan gyógyteák, amik könnyíthetik az emésztést? Igen, azért itt páciensek között is sokszor felmerül a kérdés, hogy mi az, amit fogyaszthatnak. Igazából a, a teák különböző választéka áll a rendelkezésünkre, akár a fe, fekete teától kezdve a gyümölcsteák, a zöld a különböző gyógyteák. Tudni kell, hogy a teáknak magas a polifenol tartalma, tehát ezek úgynevezett antioxidánsok, amelyek megint csak segítik az emésztést, illetve kedvező hatásúak a szívérendszerre, az immunrendszerre, illetve daganat megelőző hatásuk is van. Nyilván nagyon sokan használnak gyógyákat, a gyógytáknál azért el kell mondani, hogy ott bizonyos mértéket kell tartani, tehát azért húzamosabb ideig egyfajtát nem szabad használni. Én azt szoktam javasolni, hogy ha valami gyógytát fogyaszt valaki, akkor két hétnél tovább ne fogyassza, ott tartson egy kis szünetet, és utána újra kezdje, vagy naponta próbáljuk egy kicsit változtatni. De egyébként gyógyták közül például a, a citronfűte, a, vagy például a, a körömvirág, illetve a bósmenta tea olyan anyagokat tartalmaz, ami úgynevezett keserű anyagok, amik megint csak segítik az emésztőrendszer működését. Télen mennyiben kell másképpen étkeznünk? Szüksége van-e valami plusz odafigyelésre a téli, a hidegebb időszakban? Télen is figyeljünk az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásra. Én szeretném ajánlani az okostányérunkat, amelyet 2016 áprilisában a Magyar Dietetikusok Országos Szövetséggel állított össze. Ez egy új magyar táplálkozási ajánlás a, a felnőtt és a gyermek lakosság részére, illetve az okostányér 2021 októberében módosításra került a fenntarthatóság jegyében. El szoktuk mondani, hogy azért a napi étkezésnél figyeljünk arra, hogy a minimum háromszori, de ha lehet, akkor a többszöri, akár 5-6 szori étkezés is legyen meg. Figyeljünk arra, hogy a napi fogyasztásnál 4-5 alkalommal próbáljunk az étkezésbe zöldséget, gyümölcsöt beiktatni különböző formákban. Itt főként több legyen a zöldség aránya, tehát napi 3-4 alkalommal, 1-2 alkalommal a gyümölcs. Most, hogyha a a téli évszakokra, vagy a tére gondolok, ugye itt nagyon sokan meg szokták kérdezni, hogy milyen jellegű zöldséget, vagy gyümölcsöt ajánlanék. Mindenféleképpen az idén jellegű hazai termékeket szoktuk javasolni. Most télen azért rendelkezésünk rá például a sárgarépa, a gyökér, a cékla, akár a feketeretek, a gyümölcsök közül a körte, az alma, illetve nagyon jól beilleszthetők a táplálkozásba a különböző mirelit zöldségek és gyümölcsök, gondolok itt például a bogyós gyümölcsökre, amelyeknek megint csak magas az antioxidáns tartalma, tehát szintén nagyon jó hatású a szervezet működésére, illetve külön figyelnünk kell arra, hogy azért naponta egyszer próbáljunk melegételt fogyasztani, megint csak kedvező az emésztőrendszer működése szempontjából, gabonafélékből, próbáljunk pékáruból hetente Bocsánat. naponta háromszor fogyasztani, abból egy legyen rozsos korpás vagy teljes kiölésű, szintén magas a rostartalmuk, fontos B-vitamin források, amik segítik az idegrendszer működését is, illetve nagyon fontos, hogy naponta háromszor próbáljunk a főétkezésekre állati eredetű fehérjét fogyasztani, amelyek jó minőségű fehérjét tartalmaznak, olyan eszenciális aminósavakat, amelyeket a szervezet nem tud előállítani, tehát ezek közé tartoznak például a tej, a tejtermékek, a húsok, húskészítmények, tojás. A tejből szoktuk ajánlani, hogy naponta fél liter mennyiséget, illetve ennek megfelelő kálcium tartalmú tejterméket fogyasszunk, főként a sovány félzsíros termékeket, ugye amelyeknek magasabb a zsírtartalma, egyrészt magasabb kalóriatartalmak, viszont mivel állati eredetű termékek magasabb a koleszterin tartalmuk is, tehát erre is figyelnünk kell, mert azért a a mértéktelen koleszterin tartalmú étel fogyasztása azért jelentő szívérendszeri problémákat okozhat. Tojásból a heti négy maximum 5 darab fogyasztása ajánlott zsírszegényen elkészítve, illetve illetve nagyon fontos, hogy módosításra került, hogy mérsékeljük a vörös hús fogyasztást, hetente körülbelül 400-500 gramot próbáljunk csak belőle fogyasztani, illetve fontos, hogy hetente legalább egyszer legyen halfogyasztás, valamint próbáljunk hetente egyszer húsmentes napot tartani. Illetve még kiemelném, hogy nagyon fontos a száraz hüvelyesek fogyasztása főként télen, ugye magasabb a kalóriatartalmuk, illetve jelentős növényi fehérje for ide tartoznak, például a babfélék, a lencse, ugye majd aktuális lesz itt szilveszter környékén, hogy hetente ezekből is próbáljunk azért egyszer fogyasztani. Illetve még nagyon fontos az olajos magvak fogyasztása, ezekből is azt szoktuk ajánlani, hogy hetente kétszer-háromszor egy kis maréknyit próbáljunk változatosan, akár dió, magyaró, mandula formájában, vagy diákcsemege formájában, szintén nagyon fontos telítetlen zsírsa források. Kicsit visszatérve erre az okostányérre, amit említett, meséljük el a hallgatóknak, akik esetleg nincsenek ezzel tisztában, hogy mi is ennek a feladat, amit tud adni a társadalomnak. Az okostányér, ugye az okostányér elődje volt a táplálkozási piramis. Nyilván itt a, a szakemberek ugye figyelembe vették a különböző külföldi irányzatokat is. A, az élelmiszeripar fejlődésével, illetve ö, annak megfelelően, hogy különböző civilizációs betegségek kialakultak. Ugye azért tudnunk kell, hogy Magyarország élen jár viszonylatban is a szívérendszeri betegségek, illetve a daganatos betegségek arányával. Tehát ö, ezeket az irányelveket annak megfelelően próbálták összeállítani, hogy próbáljuk ezeket a rizikotényezőket minél jobban lecsökkenteni, illetve a 2021-es okostányér módosítás ö, annak a jegyében történt meg, hogy ö, az ökoszisztéma védelmében próbáljuk a húsfogyasztást minél jobban lecsökkenteni. Illetve próbáljunk arra figyelni, hogy ö, minél jobban kikerüljük a félkész, késztermékek, a konzervák, illetve a különböző gyorsértelmi ételek fogyasztásának a csökkentését. Köszönjük szépen, hogy elmesélte mindezt, és kellemes ünnepeket kívánunk. Köszönöm szépen a meghívást még egyszer. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok mindenkinek. A mottom továbbra is az egészség mindenek előtt. Figyeljenek az ünnepek előtt és a megfelelő táplálkozásra, mozgásra. Figyeljenek önmagukra, próbáljanak minél többet együtt törteni a, a családjukkal, szeretteikkel.